Hát te még élsz, bazd meg. Ilyen párolok, szuszoksz itt mellettem. Jajaj, hát ezért van még munkád. Ja. Nos, van, nekem van állásom. Jajajajajajaj. Te azért nem dolgozol. Bocsáss meg. Nem dolgozol, te rohadt vagy, aki segélyeken élősködsz, bazd meg. Pedig izé, ne haragudj, a segély az a legrosszabb megoldás, ez egy rossz politika. Én véleményem, szilárd elvi meggyőződésem szerint a segély az oka. A lelki, testi és szellemi nyomornak egyaránt. Most kéne neked munkahely. Gátlástalan fasz vagy. Az az igazság, ez az én dumám, és nem a lelki meg a szellemi nyomornak, hanem kifejezetten a... Nem, a fizikai nyomor az lelki és szellemi nyomor is. Hát, bűnözés, drog, prostitúció, abúzus, vérfertőzés, együtt jár a szegénységgel. Ja. Csúfa, gonoszok, szegények, egyszer. A szegény az csúnya és gonosz. Az a szegénység lényege. A gyűrűk urában, igen. Hát meg az Ettore Scola filmben. Na, szóval a... várja, az összefüggés az nem ilyen. Tehát a szegénység az valóban megágyaz a nyomornak, az erkölcsi nyomornak is, de nem igaz, hogy az erkölcsi nyomor feltétele a szegénység. Tehát azért oda-vissza nem működik a logika, nem ilyen az összefüggés. Tehát tud vezetni egyik a másikhoz, de nem szoros és megfordítható és állandó és felbonthatatlan a kapcsolat, ha érted? Nem. Na, hogy van ez? Arról van szó, hogy mondjuk tegyük fel, hogy valaki csúnya. Az szegény. Nem így van. De ha valaki mondjuk csúnya, tehát rút az ábrázata, az egyszerűen rosszabb eséllyel indul az emberek között. Ténylegesen, tehát hogy mivel hogy valaki csúnya, ezért a környezete az nem úgy fog reagálni rá, tehát hogy eleve a környezete, mondjuk találkozik valakivel, vagy beszél valakivel, az az illető egy csúnya emberrel fog beszélgetni. És ez egy hátrány. Tehát, hogy ő egy ilyen hátránnyal indul, kvázi az életben. Ez tény. De várjál, akkor nem úgy van, hogy aki csúnya, az gonosz és szegény, aki szegény, az csúnya és gonosz, aki gonosz, az aki... Hogy mit hagytam ki? A csúnyaság... A csúnyaság, hogy valaki csúnya, az el tud vezetni egy lelki nyomorúsághoz. Gonoszsághoz. És akár egy gonoszsághoz. És egy szegénységhez, mert nem veszik föl sehova. De az nem igaz, hogy minden gonoszság és minden nyomorultság alapja a csúnyaság. Nem ezt mondtam. Kölcsönös függési viszonyban vannak egymással. Érted? Mint a zsidó-kommunista buzi. Igen. Továbbra is keressük a zsibucit. Ha itt van jelen a zsibuci, én kirakok ide az asztalra 50 ezer forintot, amit megkap tőlem a zsibuci. Csak azért, én annyira szeretnék egy zsibucit. A gazdag az jó és szép. De ez nem igaz. A jó az gazdag és szép. A szép az jó és gazdag. Szerintem teljesen. Én abszolút ennek nem az a baj, hogy az a baj, bazd meg, az a baj, hogy ez az egész kibaszott rendezvény olyan, hogy nekem folyamatosan árral szemben kell úsznom. Tehát próbálok valami értelmeset, bazd meg, kifacsarni ebből a kibaszott rendezvényből, és te meg így folyamatosan így rúgdosol vissza, bazd meg, hogy takarodjál vissza a pöcegödörbe, kurva anyád! Gyere vissza mellé, tocsogjunk együtt a szarba! Én felemellek téged, bocs! A faszomat emelsz, bazd meg! Lehúzol mindent és mindenkit, aki él, bazd meg! A saját szar, cinikus, elbaszott szar világ, faszom! És egy ponton megunom, bazd meg! Tényleg? Aha! Most például ezt érzem, hogy például úgy kérem azek 100 méteren, bazd meg, világcsúcsot futni, hogy mindenki másnak síkfutás, nekem gátfutás. És a hátadról még fölülök, és vannak, és lejtőn fölfelé. Érted? Jaj, de jó, hogy ebből meg lehet élni Új-Zélandon. Új-Zélandon nem. Ami az árral szemben való úszást, mint a cápák. Most próbálok neked kedvezni, hát egyik kedvenc témád a cápa, tudod, cápa. Az orrát megfogod, leesik a földre. Jó van, Robina? Csináljad, bazd meg, lássuk, mire mész egyedül.
Hát most már semmire, mert semmire, elvetted a kedvemet. Ja, nem, világos, bazd meg, azért nem mész semmire, mert mindig szükséged van valakire, bazd meg, ami fel akar építeni, bazd meg, valamit, kártyákból egy várat, amit így, bazd meg, lerombolhass. És hát van, de ha nincs, aki, nincs, aki építse, bazd meg, akkor nem tudsz mit rombolni, bazd meg, itt ülsz, mint a hülye a kezedben a faszoddal. Tényleg? Tényleg, igen, bazd meg. Nincs is kezemben a faszom. Jaj, hú, bazd meg. Na, mondjad, mi a kártya vár? Teljesen mindegy, bazd meg, bármi konstrukciót megpróbálok felépíteni, abban leled az örömötet, hogy így dekonstruálod a picsába. És azt gondolod, hogy ez egy show. Egy pontig, bazd meg, esetleg működik, de egy ponton túl már olyan szinten értelemellenes, amit csinálsz, nem értelmetlen, értelemellenes. Tehát így mindent destruálsz, ami, bazd meg, két A-ból B-be el akarok jutni, bazd meg, és nem. Nem, mert te odaállsz A és B között, és így visszarúgdosol A-ba, és aztán A-ból meg visszarúgdosol, bazd meg, abba a kibaszott izébe, nulla pontba, értelmi, érzelmi, lelki origóba, szingularitásba, bazd meg, ahol semmi nincsen, semmi, csak a szar cinizmusod. Csak az él meg. Téves. Kettőnk között most én voltam az előbb, aki magasztos értékek mellett tette. Na, építkezzé, bazd meg, most majd szembesítelek azzal, itt hogy van. Mit csinálsz, tessék. Kezdjük az LMP-nél. Igen. Azt mondod, hogy az LMP nem zöld párt, akkor mi? Én ilyet nem mondtam. Jó. Megint össze-vissza hazudozol, nem mondtam ilyet, ne haragudjál. Kérdezzük meg itt őket, hogy mit mondtam. Ezt nem mondtam. Meggyőztél, tényleg nem mondtad? Csináljál műsort. Jó. Lássuk, mennyire könnyű dolog, bazd meg. Másik ellenében. Megsértettél? Nem, játszad, bazd meg, most szembesítelek. Tényleg? Ha? Négy nap egy könyvelő életéből, gyerünk, nyomjad, bazd meg. Nyomjad. Befogunk valami bárányt a izé satuba, megbasszuk, amit elérve szétroppan az agya. Kész, nagyon jó szórakozik, nem a közönség, fölveszünk a gázsit, bebasszunk, leszopatunk valami kurvát, nekidöntjük a kibaszott konténernek, jól megbasszuk, hátulról aztán megyünk haza a gyerekünkhöz. Ez bazd meg az élet, tessék. Gyereklányokat te szoktál leszopatni, bocs. Jaj, hogy nem szakad rád a födém, te. Ezek a... Hagyjuk. Na. Képmutató szar vagy ráadásul. Te meg egy gyáva szar, egy fasiszta, geci. Rasszista. Büdös bunkó. Nagyon jó, bassz meg. Na, érdekel? Ebből írjon a Csunderlik cikket. Négy nap egy könyvelő életéből? Nincs más, ebbe tudsz kapaszkodni meg a faszodba. Ennyi maradt. Tényleg? Hát bassz meg, ha nem építek és nem tudsz rombolni, mit csinálsz, bassz meg? Mihez kezdesz?